Itt találta a kis doboza a szekrénybe, ez az ő szekrénye, amiben megtalált ugye a két epipenje, van benne azért neki cetirizin, és hogyha esetleg bármi történne, meg ilyen orspré, meg különböző kis hasonlóvalók, amit azért bátran lehet neki adni, és ugye benne van a jégapu, benne van a két epipen, benne van ugye neki a cetirizin, van egy spréje, és akkor ez itt van nekünk a szekrénybe. Az Eszter Lánc Északi Óvoda óvodapedagógusa mutatja bele a egészségügyi csomagját, ami másodpercek alatt mentheti meg a kislány életét, ha szükség van rá. Az óvodások most békésen alszanak, és szeptember 1-e óta a szülők is nagyobb biztonságban tudhatják őket, ha anafilaxiával élő gyermeket nevelnek. Eddig az információhiány, tájékozatlanság és az ebből fakadó félelem övezte az anafilaxiával élő gyermekek közintézménybe kerülését. A szeptember 1-ével hatályba lépő törvény nem csak azért fontos, mert ezentúl nem utasíthatják el egy gyermek felvételét az intézményekbe ezzel az indokkal, hanem azért is, mert kitér a pedagógusok képzésére, és az intézményekben lehetővé teszi az autoinjektor más néven EpiPen tartását. Ezen kívül az iskolák, óvodák egy kidolgozott protokollt kapnak, hogy a diétahiba ne következhessen be. Jelen pillanatban igazából a protokoll arra fókuszál, ahogy ön is kérdezi, hogy mi történik akkor, hogyha diétahiba következik be, és egy anafilaxiás sok merül fel a gyermeknél. Viszont ezt hangsúlyozni szeretném, hogy a protokollnak ennél sokkal szélesebb körű szabályozásnak kell, hogy legyen. Tehát a protokollnak a célja igazából nem az kell, hogy legyen, hogy hogyan lássunk el egy anafilaxiás gyermeket, hanem hogy hogyan előzzük meg azt, hogy anafilaxiások következzen be egy intézményben. Ehhez több lépcső is szükségeltetik. Ugye az első az, hogy felvesznek egy gyermeket, aki már diagnosztizált, tehát most első körben mindenképpen a már diagnosztizált esetekről beszélnék. Tehát felveszik őt, azzal együtt, hogy tisztában vannak a helyzetével, tisztában vannak a feltételekkel, hogy tudják őt biztonságban tartani. Kialakítanak a pedagógusok, az intézmény és a szülők egy olyan megállapodást egymás között, amivel megteremtik a feltételeket, hogy a gyermek biztonságban legyen. Ehhez hozzátartozik, és most jelen pillanatban mi egyesületileg leginkább erre fókuszálunk, hogy megtörténjen a pedagógusoknak a képzése, ugye, ahol a pedagógus tudja, hogy kell a gyermek számára egy allergén minimalizált környezetet kialakítani. De azt is tudja, hogy ha tényleg ne adj, hiba csúszik a rendszerbe, és valami olyat fogyaszt mégis a gyermek, ami veszélyes rá, akkor felismeri az anafilaxia tüneteit, és képes ellátni ezt. Pedig egy kis odafigyeléssel eddig is megoldható volt az anafilaxiás gyermekek ellátása. Sok intézményben annak ellenére, hogy nem volt hivatalosan kidolgozott protokoll, már a gyakorlatban találkoztak ezzel. A szülőkkel együttműködve igyekeztek megoldani a biztonságos közeget, és a rájuk bízott gyermeket maximálisan ellátni. Mindenképpen több odafigyelést igényel, szinte ketten-hárman is átnézzük az adott összetevőket, viszont Bella is nagyon ügyes, mert vagy azt mondja, hogy nem ehetek belőle, vagy én ilyet nem ehetek, a gyerekek is szólnak, hogy Bella ezt teheti-e, a szülők is nagyon partnerek voltak, szinte nagyon kevés dolog van, ami olyat hoznak, ami ilyet tartalmaz, és szerencsénk is van, mert az étkezésből is kivették a csonthéjasakat, ami csonthéjas tartalmaz, úgyhogy igazából ugyanúgy történik minden, csak olyat osztunk, amit ő ehet, ezzel azért egy kicsit óvatosabbak vagyunk, nem kockáztatunk, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy folyik minden napunk, mintha ő nem lenne itt, vagy amikor nincs itt. Az anafilaxiás sokk egy allergiás immunreakció, amely életveszélyes állapothoz is vezethet. Fontos a tünetek felismerése. A filmekben ugyanaz azonnali fuldoklással szemléltetik, de jelentkezhet sugárbanhányás, egész testet elöntő kiütések, szájkörüli kiütések, annyira alacsony vérnyomás, hogy egy gyermek például akár el is alszik. A tünetek akár órákkal később is jelentkezhetnek. Csonthéjasok, mint a dió, földi mogyoró, pisztácia, de akár gyümölcsök, mint a mangó, kiwi vagy a tengeri herkentyűk, egyéb élelmiszerek mellett a különböző rovarcsípések is kiválthatják az arra érzékenyeknél.